Uj, ez egy kicsit forró. Nos hát, sziasztok srácok, én Dream vagyok. Először is bocsánat a hangomért, nagyon meg vagyok fázva és nem tudok hangosabban beszélni. Másrészt, ugye mondtam nektek a gokártos videóban, hogy valamikor fogok venni egy olyan autót, amit direkt verseny célra fogok majd használni, amit megpróbálok majd átalakítani egy ilyen kis versenyautóvá. És hát eljött az idő, mivel itt van ez a kis E36-os. A mai videóban el fogom mondani, hogy miért ő lett a választás, mennyibe került, mik a tervek vele, de előbb kihúzok innen. Úgyhogy tartsatok velem! Igen, jól látjátok, ez egy E36-os kompakt BMW. Igen, tudom, hogy nem szép, de itt most a funkcionalitást kell preferálni, nem azt, hogy nem szép az autó. De nézzük körbe, és mondja már, hogy mi ez. Na most azt kell tudni a kompaktokról, hogy körülbelül háromféle készült belőle, ez így nagyjából, a 316, a 318 és a 323-as. Ugye az első kettő az egy négyhengeres motoros, a 316 ez egy olyan 100 lóerős, szimpla motor, tehát egy vezérmű tenger, 8 szelep, stb. A 318 az vagy egy 8 vagy egy 9-es, attól függ, hogy faceliftes vagy nem. Azok már dupla vezérmű tengelyes motorok, 16 szelepesek, és egy kicsit jobban is pörögnek. És ugye van a 323, az pedig ugye kettőfeles sorhat, pont ugyanaz a motor, ami az 523-asban van, az M52B25. Most hát ez a kis kompót, ez pont a kettő közt van, ugyanis ez egy 318 Ti, méghozzá a faceliftes, tehát az 1.9-es 140 lóerős motorral. Ugye 96-os modell, és akkor volt a faceliftje. Megmutatom a hibáit, mint például a rosda, az nagyon eszi szegényt, úgyhogy a lakatosnak lesz elég sok munkája. Szemből így néz ki az autó, van benne xenonos lámpa, meg Angel Eyes. Hát egyébként nagyon jó állapotúak a lámpák benne. Amúgy xenonnal, meg Angel Eyes-szel ez a modell nem jött ki, tehát ez ilyen utólagos. És ugye hát kompakt létére, ugye le van csapva a hátulja, igazából ez egy hatchback. Itt van benne egy kis marás, hát rendesen. És van rajta egy ilyen kis spoiler is, azt hiszem, hogy ez gyári. Egyébként itt világít a fék rajta. Ami biztos, hogy rajta fog maradni, mert egyébként szerintem tök jól néz ki. És hát miért esett erre a választás, miért egy 318 Ti kompaktot akartam venni ilyen kezdő versenyautónak? Nagyon fontos szempontok. Nekem volt az egyik, hogy könnyű legyen az autó. Na most szerintem az E36-ok közül a kompakt a legkönnyebb. Hátsó kerekes kell legyen. Ugye vannak nagyon jó első kerekes autók is, néztem még Hondákat is, ugye nagyon-nagyon jók pályán. Egyrészt azok már drágábbak, másrészt nekem tényleg nagyon-nagyon kellett az, hogy hátsó kerekes legyen, mert hát ezerszer jobb vezetni hátsó kerekes autót, főleg a csapatod vele nyilván. Úgyhogy két nagyon fontos szempont megvan, hogy hátsó kerekes és könnyű az autó. A másik dolog, az pedig a motorja, amit most meg is mutatok nektek, és beszélek is róla egy kicsit, mert én amúgy nem szoktam ajánlani, hogy valaki is négyhengeres BMW-t vegyen, főleg, hogyha már E46-ból vesz, tehát az egyel újabb verzióját ezeknek. Ott sajnos borzalmasak a négyhengeres motorok, viszont ez a motor szerintem nagyon-nagyon korrekt. Ez nem biztos, hogy meg fog állni sajnos, mert csak a baloldali teleszkóp tartja. Na, így megálltaláltam a kis deszkát. Szóval itt van a kis M44 B19-es motorunk. Ugye, mint mondtam, ez már faceliftes modell, tehát ez a 1.9-es motor, ami, mint látjátok, dupla vezérmű tengelyes és 140 lóerőt tud, ami egy ilyen 1200 kg-os kaszninak egyébként full jó. Tehát mikor majd ez az autó ki lesz belelve, mivel versenyautó lesz belőle, tényleg le lesz csökkentve a súlya, akkor szerintem 140 lóerő simán elég lesz ilyen amatőr versenyekhez. És a motorja nagyon jó állapotban van. Az autó nem volt használva kb. Másfél évig, mielőtt megvettem. Egyébként az ára azon 150 ezer forint volt, tehát elég olcsón megkaptam. Nyilván azért, mert eléggé rozsdás, de úgy azon kívül nincsen hibája az autónak. Tehát váltó, diffi, motor, hűtés, ilyesmi, azok így rendben vannak. Egy hűtő is volt rajta cserélve nemrég. Itt van egy kis olajsár rajta, de ezt a motort majd, mikor elkezdjük építeni az autót, én úgyis, ugyanúgy, mint az 523-nél, le fogom szedni. Aztán megnézzük, hogy mennyire olajsáros, stb. De ez majd csak a következő videóban. Amúgy nagyon könnyen beindult, úgyhogy másfél éve nem volt használva. Itt van rajta egy lyuk, még ott biztos látszik. Azt még meg kell csinálni. Amúgy majd fog kapni toronymerevítőt,
azt majd kell szerezek. Meg hát itt egy picit majd lesznek átalakítások, szerintem a viszkót azt ki fogom dobni belőle, és kap majd elektromos ventilátort, amit majd bent kapcsolni tudok gombról. De a motort azt megnéztük, lesz még vele rengeteg terv, lehet egyszer majd kéne egy turbót rálökni. Kár, hogy az 1.9-esben már nem kovácsolt a főtengely, mint az 1.8-asban ugye a facelift előttibe. Hát itt oldalt látjátok, a fékek azok nagyon rosszak, be vannak rohadva ugye az állás miatt, a gumik azok meg egy-egybe katasztrófa. Viszont már vettem rá egy 16-os szettet, azzal fogok szerintem menni. Nem akartam rá 17-est, mert nem biztos, hogy jobb kanyarba azért, mert nagyobb felnye van rajta. Tehát egy 16-ossal szerintem elég jó lesz még a mozgása. Úgyis a futómű az rengeteget fog számítani benne, mivel az is fejlesztve lesz. És ott mondtam, tehát itt nagyon rossz a küszöbje. Látjátok, itt van egy lyuk, itt az emelési pont látszik, hogy gittel volt, tehát ez erre kell egy új küszöb, meg az alján is majd lesznek javítások. Nagyon csúnya ez. Úgyhogy a rosda az nem kímélte szegényt, hát nem volt garázsba tartva. De meg lehet menteni szóval, meg arra, amire nekem kell, arra tök jó lesz. Nézzünk bele, mert azért bent is vannak érdekességek. De látjátok, hogy az ülés piros például, meg ugye kárpit is. Tehát nem tudom, hogy gyári vagy nem, de szerintem gyári. Hát az ülés az szanaszét van szakadva. A másik az még elég jó. Amúgy rohadt jó ülések vannak benne. Tehát ez nagyon sokféleképpen állítható ülés. Ugye combtámaszos, tiszta kosz, és még a dőlését is lehet állítani. Mondjuk úgy könnyebb, hogyha benne ülsz. Ugye ilyen hátul, ezek még tök jó állapotban vannak. Kényelmesnek, nagyon kényelmes, és rohadt jól is tart egyébként. Csak hát ez úgy is ki lesz lökve belőle, mivel majd versenyüléseket kap. És extrából van benne egy pár dolog, ugye amit látjátok, nincs tekerő, tehát elektromosak az ablakok, amik működnek is, tök jó megy mind a kettő egyébként. Még meglepő volt, mert azért ezekbe is szoktak elromlani rendesen. Az a vicc, hogy van tetőablak, vágjátok, és tudjátok mi a még nagyobb vicc? Hogy működik a tetőablak. Csak mondjuk egy versenyautóban pont nem fog ez kelleni, szóval ezt majd hát dilitelni kell belőle, mert ez nagyon-nagyon fölösleges, és fent van, szóval a legrosszabb helyen van a súly. Ugye minél lejjebb kell legyen a súlypont. Hát itt máshol van egy ilyen nagyon csúnya váltógomb rajta. Váltója hát. Van benne kotyogás azért rendesen, de majd kap egy IRP shortshiftert, ami elég drága, de rohadt jó, az biztos. Egyébként légzsákos, csak biztos, hogy nem működik benne. Beindítottuk. Mivel az ABS is, meg a légzsák is mindig világít, a másik az a kézifék, azt most engedtem le. Hát igen, olajcserét azt már kéne benne nyomni, azért mutatja, az lesz is. Először rakok bele valami rosszabb minőségű olajat, azzal járok egy pár száz kilométert, aztán gondoltam lökök bele 10W60-as olajat, hogy majd tényleg a versenykörülmények között is bírja az olaj, mert ugye a 10W60-as olaj az sokkal nagyobb hőt bír el. Ja, és kipufogó. Hát igen, katalizátor, az nincs alatta. Nekem úgyis fölösleges, hogy gyári kipufogója legyen, meg legalább így van valami hangja. Elég fura hangja van, nem tudok mit mondani, kicsit ilyen rizsrakéta hangja van. Viszont nem olyan nagyon-nagyon rossz. Most kint már ugye kipróbáltam, egyébként nincs műszaki az autón. Kipróbáltam így az utcámba, mentem vele egy kört. Hát nézzétek meg a videót. Most. Nincs olyan nagyon rossz hangja, és rohadt jól megy a kocsi. Rendesen húz. Az a vicc. Szóval motorja egyébként nagyon-nagyon rendben van, semmi füst nem jön belőle, abszolút se hidegen, se melegen. Ugye amikor beindították másfél év állás után, akkor pár odarugás után voltak ilyen fekete füstök belőle, de tényleg ez lerakódás. Valami ilyesmi kipu van rajta, mint látjátok, és szerintem hát ott még van belőle egy másik dob. De más már nem hiszem. Amúgy egy nagyon-nagyon nagy mínusz az autóval kapcsolatban, amit majd később meg lehet oldani. Nincs benne spare diffi. Pedig ezekben elég sok volt gyárilag is, mert elég sokba kértek. Sajnos ebben nincs, ami hát körülbelül egyenértékű az autó árával. Tehát, hogy a 150 ezer forinttól kezdődnek, hogy olyat majd mindenféleképp szerzünk bele, az nagyon fontos lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, mi fog belőle kisülni. Nagyon szeretnék már versenyezni, csak egy pályanapon, vagy így akárhogy. És ez az autót annyira rohadt jó csak úgy ülni benne, mert mindig is szerettem volna egy ilyen kicsi
egy kis zsebrakétát, vagy nem tudom. Vagy lesz benne bukócső is. Szerintem akkor full jó kis használható kezdőversenyautó ez. Egyébként ezért kezdenek felmenni a kompaktnak az ára. Tehát még most vegyetek kompaktokat. A 316-ig azok olcsók, de már ezek a 18-ak, ezek egyrészt ritkábbak jóval. Hát a 316-ból sokkal-sokkal több van. De az szerintem egy kicsit kevés, és ezzel már tényleg nagyon jókat lehet autózni. Úgyhogy nem szaporítanám tovább a szót, hát így most körülmentünk rajta, aztán meglássuk, mi lesz belőle. Egyébként vicces, de az ajtóknak az alja abszolút nem rozsdás. Amúgy egyiknek se. Nem értem, hogy hogy. Pedig az ajtók alja az szokott kezdeni elrohadni hamarabb. Nagyon szépen meg szeretném köszönni nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, és amit főleg meg szeretnék köszönni, hogy támogattok azzal, hogy nézitek a videóimat. Máskülönben ezek az hát álmaim úgymond nem valósulhatnának meg. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképp nyomatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek támogatni ebben az egész projektben, akkor csináltam a csatlakozásnál egy ilyen 200 forintos, egy falat kenyér nevezetű és támogatási lehetőséget, ami nagyon kevés összeg, de hát sok kicsi sokra megy, ugye. Hogyha szeretnétek, ott tudtok csatlakozni, és akkor kaptok ilyen emotokat, amit tudtok használni a kommentbe, illetve a nevetek mellé, hogyha írtok a kommentbe, kaptok egy kis felnékont. Úgyhogy azt, hogyha csatlakoztok, nagyon szépen köszönöm. Feliratkoztok azt is, én Dream voltam, aztán meglássuk, mi lesz ebből. Nagyon kíváncsi vagyok. Amúgy nem túl jó fa alá rakni az autót, csak hát nincs már hely az udvaron. Na jó van, srácok. Lever a fa. Legyetek jók. Dream voltam. Sziasztok. Csak.